Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Február 9-e és 25-e között rendezik meg Pyeongchangban, Dél-Koreában a téli olimpiát, 15 sportágban szurkolhatunk a magyaroknak is, hiszen a Liu Shaolin fivérek esélyesek, és a lányoknak is, a műkorcsolyázóknak, szóval nagyon-nagyon fontos pillanatok következnek az olimpiai sportágak közül, azt hiszem, hogy felkelti az érdeklődésünket valamennyi, nem csak az, amelyikben indulunk, és erről fogunk beszélni, de nem akárhogy, és nem akárkivel, hanem itt van velünk ismét, esztendőről esztendőre talán már megszokhatták, nagyszerű barátunk, Kovács István. Szervusz! Szervusz! Aki arról nevezetes ugye, hogy valamennyi olimpia előtt egy missziót teljesít, hiszen a tiéd egy küldetés. Egy küldetés, ahol megszólítasz határon belül és határon túl mindazokat, akik ezt a nemes ügyet támogatják szóban és tettben egyaránt. Igen, igen. Tehát a történet mondjuk visszanyúlhat 92-ig, akkor innen Székesfehérvárról indultam az olimpia tiszteletére Barcelonáig, akkor kifutottam. Aztán utána én Medefalvánál kezdtem gyermekprogramokat szervezni, gyerekekkel foglalkozni hosszú éveken át, és ugye párhuzamosan hosszú távfutóként azt továbbra is folytattam, de nagyon-nagyon megszerettem a gyermekekkel való foglalkozást. Teltek múltak az évek, aztán 98-ban Lapföldre kifutottam a világ Mikulásához, és azt követően hamarosan kiírtak egy pályázatot fákjavivő lehetőséget, azzal a lehetőséggel, hogy aki elnyeri, az viheti Kínában a dompéi fákját. Ugye ez egy nagyon régi gyermekkori álmam is volt, mindig úgymond idejelben irigykedve is láttam, amikor vitték például Pavarotti művész úr előző, azt megelőzően olimpia előtt Rómában a fákját. Aztán ugye eljött a pillanat, hallottam a pályázatról, megpályáztam, aztán egy másfél hónap múlva felhívtak, hogy bekerültem a szűk körbe, egy hét múlva viszont jeleztek már, hogy férfiként én vagyok az, aki azt a megtiszteltetés kapja, hogy vihetem a dompéi lángot Kínában. Ez egy csodálatos történet, de kezdjük az elején. Honnét jött az a gondolat, hogy valaki útrafutó lesz? Nehezen tudom elképzelni, hiszen ehhez rengeteg edzésre van szükség, igen, elhivatottságra van szükség, és hát kellően elvarázsoltnak kell lenni, valljuk meg. Igen, igen, igen. Tehát Barcelona előtt akkor már felkészülten érkeztél. Persze. Onnét jött az ultrafutás szeretete. Akkor még visszamegyek. Én gyerekkoromban 12 évesen nagyon megragadott a maratoni futás gondolata. Tehát hallottam valahonnan a médiából, hogy ennyit lefutnak. Aztán később láttam is a tévében. Én elkezdtem magamtól készíteni magamat, tehát minden nap elmentem futni, és szinte két hetente, havonta emeltem a távolságot. Aztán én magamtól ilyen 25-30 kilométereket is lefutottam, de napi szinten készültem. Egy pár év alatt eljutottam odáig. Aztán amikor olyan ifikorú lettem, Donyásban elkerültem ugye a kohászhoz, akkor futottam maratonikat, és valahogy mindig a célokat kitűztem magam elé, tehát mindig többet, mint ahogy minden normálisan gondolkodó sportoló, vagy ember, egyébként magánszemély is célokat tűz ki maga elé, és hát jöttek az extrémebb ötletek, vágyak, célok, és jött a barcelonai futás, aztán jöttek ilyen országos futások. A Barcelona az egy gyönyörűség volt. Igen. Ugye visszaemlékszem én. Ez valóban, ahogy elkezdtük ezt a beszélgetést, az valóban egy misszió. Az egy olyan fensége van egyébként a hosszú távfutó magányosságáról, ugye nagyon is jól tudjuk, holott ez nem egészen így van. Én még nem láttam olyan hosszú távfutót, akit a környezete, a barátai, a sporttársai, az átlagos állampolgárok ne segítettek volna. Igen, meg hogy az a sok-sok nehézségen átbillenjen az a X sportoló, most nem csak magamról beszélek, az kőkemény célok kellenek, ami, tehát mint egy alagútnak
alagútba beérkezünk, és látjuk, ott valami kis pont van a végén, de aztán, ahogy közeledünk hozzá, és ugye munka, minél több munkával érhető el annak az alagútnak a végének a látása, és így jönnek azok a célok. Vannak holtpontok egyébként? Rengeteg. Itt a felkészülés során egyik oldalról erről kérdeznélek, a másik fele pedig a támogatás, hiszen bármennyire is felteszi az életét az emberfia az ultrafutásra, a segítségre, a Mikulás futásra, az olimpiai láng vitelére. Ennek ellenére ugye ezt nagyon is jól tudjuk, hogy ez pénz nélkül nem megy, bármennyire is szomorú, hogy ezt mondom. Igen. A fizikai állapot és a szihés terhelés az párhuzamosan nagyon szépen megvolt, tehát kialakítottam, önmagamat fel tudtam készíteni. Az már hát mondjuk órákat tudnék arról beszélni, hogy Magyarországon az ilyen jellegű, én legalább sosem voltam, úgy érzem, hogy nagyon-nagyon anyagilag ellátva, de azért mindig sikerültek ezek az utak. Tehát, igen, hát a jó indulatú emberek azért megvannak. Voltak, persze volt, de nagyon-nagyon puritán módon, tehát olyanan, tehát nehéz volt, de sikerült, az a lényeg, mondjuk így optimistán, amit mondjuk nagyon sajnálok, hogy a gyermekrendelményt még nem tudom úgy megtámogattatni, de közben szúrom, hogy Székesvár önkormányzatának, polgármesterúrnak és a dalpolgármesterúrnak rengeteget köszönhetek. Tehát amióta ők vannak a városban, pozícióban, adott a rengeteg segítséget kapok. Jó, még egy kicsit menjünk vissza, annál is inkább, mert Barcelona egy szuperolimpia volt, egy siker sztori mindannyiunknak. Felemelt fejjel mondhatjuk, és nem csak az aranyérmek száma miatt, hanem azért Katalóniában olimpiát rendezni, az valljuk meg, hogy az csodálatos, ráadásul itt van Európában. Igen. Milyen volt Barcelona? Milyen egy ultrafutó szemével megérkezni? Csodálatos. Elindulni és megérkezni? Csodálatos. Először beérkeztem a múzeumkertbe, ott fogadtak bennünket a honvédelmi, spanyol honvédelmi minisztériumnak a legfőbb személyiségei, Schmidt Pál, aztán Gallov Rezső, tehát magyar részről is, tehát együtt futottunk egyébként a honvédségi váltóval is, aztán én még átfutottam a Columbus szoborhoz, és akkor ott, hogy én puszítattam annak a kis, annak a műemléknek, hogy megérkeztem oda, onnan viszont Columbus ugye át. Elindult valahol máshova. Igen. Egy kicsit azért, ugye most az olimpiáról beszélünk, elsősorban olimpiákról, de azért essék szó a Mikulás futásokról, hiszen ugye Lapföldnél kezdtük, az is egy olyan küldetés volt, hogy igen, ha már van nekünk Mikulásunk, akkor legyen egy olyan ember, lám-lám te, aki aztán ezt, azt mondom, hogy ez egy abszolút sikersztori, és ez neked köszönhető. Igen, köszönöm. Valahogy kipattant az ötlet, ez a 95-94 körül, akkor már a gyermekrendezvényeket csináltam, tehát a Mikulás utás és a nyuszi futás ugye zajlott, és mi lenne, ha elfutnék Lapföldre, a lapföldi Mikulás, igazi, tehát a világ Mikulásához. Aztán ugye ezeket szépen másfél vagy két éves előletes, hát főleg a háttér dolgokra gondolok, készítettem elő, fizikailag nagyon jó állapotban voltam, hát de különösen szihésen is próbáltam, úgy felkészítettem magamat, mert azért naponta 69-et lefutni átlagosan 2,5 hónapon át, az igen kemény volt, viszont nagyon sokat köszönhetek a csodálatos, tehát a táj, meg az a sok-sok csodálatos fogadtatás. Hogyan tartod karban magad futás közben? Ugye erről essék szó, a pszichés dolog az rendkívül fontos, hogy kiegyensúlyozott légy, igen. Ugyanakkor az étkezés nem különben. Az étkezés rengeteg zöldség és szénhidrát. Arra nagyon figyeltem. A szihés felkészülés azt megelőzően nagyon jól sikerült, viszont, hogy azért érthető legyen, akik fogják nézni a riportot, tehát a 60 km naponta nem úgy futottam le, hogy elindultam, aztán meg se álltam, hanem napközben, tehát reggelig lefutottam egy 15-18 kilométert, azzal tehát egy is fél maratont körülbelül. Igen. Azzal már szihésen, mégiscsak már csak egy 40 körüli táv volt vissza. Ugye az étkezés is nagyon fontos. Aztán azt követően meg ilyen 5-8 kilométerenként megálltam, és stretchingeltem, nyújtottam, mert akkor, tehát nekem az úton ennél a futásnál nem volt masszőröm. Ez másfél maraton. Igen, meg a másik, hogy én gyorsabb vagyok, mint a szuper maratoni futók. Tehát én nem ilyen 6-7 perces edereket, hanem futottam nagyon sokszor 3-55.
4-20-as edreket is, és azt is kellett. Bejöttek a lányok, biciklis kísérők, kértem őket mindig, hogyha érzitek, hogyha gyorsabb a tempó, akkor szóljatok, hogy ne, mert nekem még ugye többi hetekre előre is kellett gondolkodni. És meg szeretek mindig olyan lazán, és megálltunk, egy nyújtás, stb. Kis folyadékpótlás, vagy piskótát is egyébként tudtam menni, tehát az ugye a gyomromat nem bántotta, és utána tudtam futni tovább. Futás közben szoktál gondolkodni? Persze. Az mindig is egyébként. Akkor jönnek egyébként most is, hogyha járok a rendedényeket tartani, biciklen megyek mindenhova, tehát kattog jár a agyam, ha valaki hallaná, ott lenne mellettem, talán még hallaná is. Gondolsz? Rengeteg, szervezkedek, gondolkodom, hogy ezt így, azt úgy, amúgy, és az ember nagyon-nagyon, azért kellene nagyon sok fiatalnak, és szerintem azért kocognak, sportolnak sokan már egy bizonyos kortól, mert rájönnek arra, hogy a munkahelyi, hogyha irodában ülnek, vagy bárhol, feltöltődik a futás, vagy kerékpározás, séta, úszás közben az egy ember. Ilyen hosszú futás során tudsz barátságokat kötni? Ó, rengeteget. Tehát az fontos, hogy megtisztelnek. Tehát amikor egy-egy missziót elindulsz egy nagy futásra, akkor azt látjuk, a híradásokból tudjuk, hogy nagyon sokan futnak melletted. De az egy egyszeri alkalom nyilvánvaló. Igen, de átköttetnek olyan barátságok, amelyek hosszú távra szólnak? Tudnék számosat ilyet mondani. A finnországi kapcsolatok azok nagyon-nagyon szépen, de ugyanúgy mondhatni Svédországban is, akikkel találkoztam és fogadtak, ugye elsősorban a svédországi szakaszon a kint élő magyarok, közösségek, Finnországban meg a finn baráti körök. És most is úgy néz ki talán, hogy idén lesz egy finnországi körút. Tehát mondjuk gyermekrendezvények nem fogok futni, hanem adott városoknál, óvodáknál, iskoláknál lesznek programok. Tehát akkor, hogy ne álljunk meg a Mikulás futásnál, igen. Utána jött a többi olimpia és a többi olyan futás, ami fémjelzi a pályafutásokat. Igen. Tehát ez, hogyha sorrendben állítanám, akkor ugye a 98-as futás után, mint mindig, tehát most már ugye 22. éve zajlott a Mikulás futás, tehát akkor is éppen zajlott, és közben jött a pályázati lehetőség, megpályáztam, jött a kínai fáklyafutás, ez egy 2008. május 5-én, 9 óra 47 perckor, magyar idő szerint, akkor került rám a sor, 200 méteren keresztül vettem a lángot, és a fáklyát viszont megkaptok emlékbe mindenki. Ez elérzékenyülő. Hát ez csodálatos pillanat. Az még most is, ez egy olyan, szóval nekem mindig álom volt, hogy az a lehetőség megadatik, és hát ugye álmok balóra válhatnak, csak azért tenni kell. Hogy találsz ki helyeket, történeteket? Hiszen olimpia csak 4 esztendőnként van, de téli olimpia megint csak 2 esztendőnként. A Mikulás persze minden esztendőben, a nyuszi futás nem különben, de egyébként is kell, hogy célod legyen, amelyeket aztán el is érsz. Ezek úgy jönnek, hogy én most lehet, hogy remélem, hogy nem tűnik nagyképűen, de szeretek másoknak segíteni. Tehát én annak idején gyerekként nem igazán kaptam segítséget, tehát mindig olyan magányosan sportoltam, tettem, de célok megvoltak. És valahol ezt most nem rossz szájszként mondanám, de valahogy eleve olyan beállítottságú is vagyok, anyu is olyan volt, hogy szeretett másokon segíteni, és aki tudja, gyerekek között van, hát az a világ legcsodálatosabb dolga, tehát adni. Most, hogy kijutok én Vajdaságba, ugye a kislánya, beteg kislánya, aki volt szerencsére most már Návid Kittike kapcsán, és a családnak köszönhetően most már rengeteg civil szervezet, óvodához, iskolához, településre jutok el, és azt látni, ezt az örömet, amikor az ember adhat, annál nagyszerűbb dolgot elképzelni nem tudok. Tehát most is, hogy megjöttem Mikulás futásról, vagy még októberben kint voltunk a olimpiai programmal, és ahogy ott vártak, és köszönettel, megköszönték, hogy én eljutok, elmegyek oda hozzájuk ki az olimpiai fáklyával is, vagy például tudnám mondani Szabadkán a kórháznál, a főorvos asszony egy jó pár éve egy Kittike ott betegeskedett 800-valahány napot, és oda is rendszeresen járunk, meg ajándékot adja a gyerekeket, a Kittike, mint kiskövetem adja át az ajándékokat, és ott is a főorvos asszony hálálkodott, hogy hát ezt nem is gondoltam volna, hogy valaki eljön ezzel a fáklyával, és itt. Igen, ez csodálatos dolog. Egyébként a néző
nézőink is látják, itt van ez a vaskos kötet, ebből láttunk kivonatosan képeket adás alatt egyébként. Kezemben tartok, ezt addig leteszem, a Hajrá Magyarok, üzenetünk a 2018. évi téli olimpia magyar színekben induló sportolóinak, ezt megmutatom, önöknek csodálatos gyermekrajzok vannak, és ezt a Fatimai Boldogasszony általános iskola diákjai készítették Alsó Szent Ivánon. Igen. Ez egy gyönyörűség. Velük hogy kerültek kapcsolatba? Hát ővelük már szinte 20 éve gyermekrendezvények kapcsán, és oda is nagyon szeretek járni, mert olyan családias légkör van. És most, tehát az elmúlt év utolsó tanítási napján olimpiai fáklyával, hát igyekszem minél több helyre is eljutni, hogy a gyerekek minden, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek, bárkinek, minél többeknek a kedébe eljusson a fáklya, tehát nálam ne porosodjon otthon a lakásban, tehát igazából jusson el másoknak is ad a vélemény megadatosson, hogy a kedékbe vehet egy eredeti olimpiai fáklyát, és így jutottam el Alsó Szent Iványra, és akkor megbeszéltük a pedagógusokkal, hogy ehhez a programhoz lehet üdvözleteket, üzeneteket készíteni. Igen, ez csodálatos. És ősszel ők egyszer csak jön a postás, vagy jön a levél, nézem, hát le voltam döbbenve, de hát pozitív értelme, természetesen hát látni kell, fantasztikus, hogy mi munka van, és a gyerekeket külön-külön, hogy a fákjával fényképezkedtek, külön-külön egy-egy lapon őket. Igen, hát és ez a visszajelzés, ez a pozitív megerősítés, ez azt hiszem mindennél többet jelent. Igen. Ugye nem titok, tehát akkor Pjongcsán. Hihetetlen erőt adnak. Csak 11 néhányat kell aludni, 14-et, 15-öt. Azt hiszem, hogy minden olimpia különleges, de azért Dél-Korea téli olimpia az mégiscsak más. Most nem tudsz eljutni sajnos Dél-Koreába, de azért a lelkünkben, a lelkedben ott leszel. Igen, persze. Egyébként figyeled az eredményeket? Az persze, olimpián? Sőt, most is akik ugye, kijuthatnak, vagy úgy, hát még ugye fél éve kezdődött ezek a rendszerek, tehát hogy kik jutnak ki, szorítok, vagy most volt a rövidpályás korcsolyázókat, az Európa Bajnoksága, én a Facebookon is ott gratulálok. Liu Shaolinék biztos, igen, mind a kettő, igen. Meg a egyébként lányok is jók. Ad a terv, hogy sárbagárdi gyerekekkel, polgármester úrral együtt fogjuk majd az ő edzéseiken, az utolsó előtti valamelyik napon átadni a naplót, majd gyerekekkel tervünk átadni. István, milyen terveid vannak ezen túl? Hiszen nem titok, megígértem neked, és ezt most a nyilvánosság előtt is megerősítem, hogy én segítséget nyújtok abban, hogy Székelyföldön is terjeszt azt az elvet, azt a csodát, amit képviselsz. Én bárhova örömmel megyek, tavasszal jön a nyuszi futás, most, hogy ez az olimpiai program lezárul, jön a nyuszi futás, de már tervezem, gondolkodom, hogy mikor kezdjem, hát valószínűleg nyáron a tókiói olimpiára üdvözletek, üzenetek, azért kezdem ilyen korán, vagy szeretném, majd meglátom, mert a határon túli magyar gyermekekhez, de civil szervezetek is lehetnek, és Magyarországot is, tehát akár 2000 települést is végig lehetne járni. Csak hát az ugye egy nagyon jó előkészület kell, és hát az idő megadott, mert hát nyárhoz viszonyítva 2 év múlva lesz. Jó. No, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert kívánok. Én azt kívánom természetesen veled együtt, azt hiszem, a magyar sportolóknak, hiszen nem titok, mi is írtunk a könyvvel, a Fehérvár Média Centrum munkatársaival, mégpedig azért, mert az olimpiai eszme nagyon-nagyon fontos. Béke vagy te sport, mondta Caberton báró, de ezen felül is azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükségünk rá, hogy higgyünk abban, hogy ez valóban így van. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok neked, sok-sok kilométert a lábadban, és hát esélyt arra, hogy a nyári olimpia előtt, vagy még korábban találkozzunk ismét. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Kovács Istvánnal beszélgettem, hiszen elkészült az a vaskos könyv, amely üdvözleteket tartalmaz a Pjongcsangba induló magyar küldöttségnek, hiszen kezdődik a téli olimpia. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!